Tóth Johanna az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Tanszékének harmadéves hallgatója. Az OTDK-ra a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia szekció elsőjeként került. Tudományos munkájában a borderline személyiség zavar láten struktúrájának feltárásával foglalkozott József Attila munkásságának felhasználásával. Az eredeti ötlet nem az enyém, ezt már más magyar pszichológusok is felvetették, hogy elképzelhető, hogy nem skizofréniában, amit ugye eredetileg diagnosztizáltak nála, hanem borderline személyiségzavarban szenvedett, és ez az alapötlet uh, alapján indultam el abba az irányba, hogy akkor fejleszünk ki egy olyan uh, önbeszámolós kérdőívet, ami esetleg segíthet ennek a személyiségzavarnak a diagnosztizálásában. Johanna verselemzésekkel és egy napló elemzésével kapcsolta össze a tudományt és a művészeteket, a pszichológiát és az irodalmat. Úgy éreztem, hogy hogy így József Attila is egy kicsit előtérbe került, mert hát nekem József Attila gyerekkori nagy kedvencem, és, és tényleg a magyar költészet egyik legfenomenálisabb költőjének tartom, és úgy érzem, hogy nem csak szépirodalmi szempontból, de más szempontokból is megéri foglalkozni József Attilával, mert az, amit ránk hagyott, az nem, nem feltétlenül csak szépirodalmi szempontból fontos. Johanna mindenképpen szeretné több irányból is megközelíteni a témát, hiszen, mint mondja, mostani munkája egy száz lépcsős folyamat második, harmadik lépcsőfoka.